A Farkas Family Band zenéjével és a különböző művészetek találkozásával nyitotta meg Teleki Klára galéria vezető az Egri Bevásárlóközpont soron következő tárlatát. Vasilija Tatjana és Unadi Mátyás képzőművészek alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. Az orosz alkotóhölgy sok éve él Magyarországon, mint mondta, a véletlenek összefutása inspirálja leginkább. Illetlen, ha úgy jön össze, valami érdekes dolog történik, akkor én erre mindig ráállok, hogy ez az én világom. Tehát nem vagyok pragmatikus alak, aki előre betervezi az életét, hanem amikor életben változások történnek, akkor a változásokra azonnal ráállok, és akkor megpróbálom valami érdekeset belőle kihozni. Unadi Mátyás üvegfestőként kezdte pályáját, ez meghatározta művészeti szemléletét is. Absztrakt alkotásaiban is megmutatkozik az iparművészet. Szakrális vagy kevésbé alkalmazott jellegűek a munkák, de mindenképpen az üveg, azoknak a transzparenciája, a fényekben való megjelenés, vagy a rétegekben való megjelenés, ez továbbra is benne van a munkáimban. Nem tudom, hogy mennyire szándékos. Azt gondolom, hogy valahogy az énemben van talán inkább ez a réteges jellemző, és szeretem a valóságot, a látványt is ennek megfelelően megfejteni és visszaadni is. Az absztrakt találkozás kiállítást április 16-áig tekinthetik meg az érdeklődők az Egri Bevásárlóközpont galériájában.